Atyáldás, Uram! Áldott a népszerűkörök, töltni ma most és mindenkor, Úr is megvilágosít minket, áldjon.
áldott, aki az Úr nevében jön. Isten az Úr is megvilágosít minket, áldott, aki az Úr nevében jön. Isten az Úr is megvilágosít minket, áldott, aki az Úr nevében jön. Igyessünk az Úr, aki Amen.
Yeah.
bono locutu bono Maria utro cedit, iet vel meta edicte iudo varu cavo, ven Zacharia casa vesce sentite, erbivete. Sötét vagyom is, elvéletnek hallotta Mária köszöntését, örömében fölöljönkod fényében hozzat, és elvéletbe teltem szélekkel. Hangosan elkiáltott, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhez gyümölket, de hogyan történhet vele az, hogy Ura Atya jöjjön hozzá. Mert íme, amit fölhangzott különben köszöntésed szava, örömében fölöljönkod néhezben a magzat, és boldog vagy kihittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked. Mária erre így szólt, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendve a lelkem az én üdvözítő Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára, én mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas és szent az ő neve. Mária pedig nála maradt mintegy három hónapig, azután visszatért házából. Yeah.
dicsérni téged, Isten szülős, a boldogságos népszeplő teret, és a mi Istenünknek anyját, ti a keróknál viszeled, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicső van, ti az Isten, az igény, sérül és nélkül szült el, igen, valóságos Isten szülőnk, maga szállunk. Én azok ér, imádkozó jóságot szűz Mária, dicséretességem, üdvözli az Úrnak
az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Szent háromság könyörű rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szentekítsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor örökké. Amen. Könyörüljünk, Uram, könyörüljünk, mert bentségünkre nem révén szavunk. Könyörülj! Uram!
atyáinknak, kegyelmes szolgáidnak, s minden igaz hitű kereszténynek, megszámva bennünket, Urunk, bocsáss meg bűneink sokaságát, és mutasd meg, mint jóságos szolgáidon megmérhetetlen kegyelmedet. Fordítsd el igazságosan ránk nehezedő haragodat, gyorsan hallgass meg minket, és kegyesen könyörülj.
Atyának és Fiúnak, és Szentléleknek nevében. Amen. Szeretett testvéreim, kedveseim, barátaim, szegediek és máshonnan érkezettek. Elérkezett ez a különleges pillanat és lehetőség, hogy a Pócsi kép eljön ide Szegedre. Nem csak a kép, hanem mindaz a világ, amelyet Mária Pócson teremtett. Mielőtt Mária könnyezett volna, azt a szabolcsi kis falut úgy hívták, hogy Pócs község. A történészek azt mondják, hogy Szentpárról nevezve, régies magyar ejtésnek megfelelően. Könnyezett tehát Pócs községben, de aztán nem tehetett ott több csodát, mert a császári parancs elszállította, elvitette a csodatévő ikont, és maradt utána a nagy szomorúság, meg egy másolat, amelyet elhelyeztek az eredeti könnyező csodatévő ikon keretébe. És aztán, mint ahogy az Isten szülő, az Isten akarata szerint azt a területet, azt a községet, azt a népet, azt az egyházat akarta megajándékozni, megerősíteni és megújítani, ezért újra a másolat, az oda elhelyezett másolat könnyezett, mint egy jelezvén, hogy kinek is szól ez az ajándék. Attól kezdve Pócs község Mária Pócsá lett. Fölvette az Isten szülőnek a nevét, hordozza azóta, és nem csak a nevét, hanem az egész közeg megváltozott. A lakosság is, az odajáró sokaság, azoknak a népcsoportoknak, nemzetiségeknek a sokasága, akik azóta, immár 300 év óta fölkeresik ezt a községet, amely Mária Pócs község lett. Kedves testvéreim, most már Szegedre hosszú út után érkeztünk a kegyképpel együtt, és mindenütt azt tapasztaltam, hogy ahová megérkezett a kép, abban a templomban, sőt azon a helyen, azon a környéken, vagy lehet mondani abban a városban, átalakult minden, és kegyhelyé lett, Mária Pócsá lett. Lehet mondani, hogy Mária nevét, Mária emlékét, Mária pecsétjét hordozza attól kezdve az a település. Abban a reményben érkeztünk ide a kegyképpel együtt, hogy ez így lesz Szegeden is. Szeged is átalakul, és kegyhelyé lesz. Most ugyancsak 24 órára, hogy a kegykép előtt hódolhassunk, tiszteletünket tehessük, megcsókolhassuk ezt a képet. Mária Pócsi zarándoklataink, a Mária Pócsi légkör közegnek különleges sajátossága ez az értetkőzés, hogy megérintjük ajkunkkal, megcsókoljuk az ikont, és minthogy ez visszaható ige, ő is megcsókol bennünket. Ez a csók szeretetünknek a kifejezése, amely nem csupán az én szeretetem kifejezése, hanem az Isten szülőnek irántam való szeretete is. Itt Szegeden sokak számára talán ismerete, maga a szó is értetkőzés. Én érintem őt, és ő érint engem. Én csókolom meg őt, és ő csókol meg engem. Ne vonakodjunk ettől. A mai világban már kiveszőben van, értékét, szépségét veszi ez a csodálatos gesztus, sőt, be is szennyeződik sajnos, meg aztán rárakódik mindenféle gyanakvás, mert a szeretet kifejeződése felnőttek és gyermekek között már sokakban gyanakvás kell. Nem szabad, hogy a szeretet és a szeretet gesztusait kikezdje az emberi gonoszság és az emberi butaság. Igenis, ki kell fejeznünk egymás iránt, hogy szeretjük egymást, és az égiek felé ilyen csodálatos módon fejezhetjük ki ezt. Megcsókoljuk az ikon, és érintésével, az előtte való, vagy homlokunkkal való érintéssel egyre közelebb, testi közelségbe kerülünk hozzá. Ez adatik meg most itt, ebben a 24 órában, szűk 24 órában, kicsit késve is érkeztünk, itt Szegeden. Nagyon remélem, hogy nagy sokaság keresi majd föl itt a végig templomunkban. Azt hiszem, Miklós atya megerősíti azt, hogy ebben a templomban még egy rendezvényen sem fordultak meg ilyen sokan, beleértve a primíciákat, papi, püspöki primíciákat is.
Az Isten szülő végzi az igazi nagy csodát, és őneki van igazán vonzása. Persze, az Isten szülő, amikor ide érkezik, akkor a legnagyobb ajándékot a karján hozza. Szent fiát, akire rámutat, őt hozta ide, és ez a csókú nem csak az édesanyának szól, hanem magának az Istennek. Bizánci egyházunkban milyen csodálatos kifejeződése ez, hogy leborulunk, hódolunk, megcsókoljuk, homlokunkkal érintjük az ikont. Ezt a lehetőséget hoztuk el tehát Szegedre, és a sokasság, hogy fölkeresi, reméljük, hogy sokak megtérésére, hitükben való megerősítésére fog szolgálni ez a különleges, hogy úgy mondjam, fordított zarándoklat, amikor a mi Pócsi édesanyánk jön el, hogy meglátogassunk bennünket. Most a paraklisz befejezésével, záró áldással bezárjuk a értetkőzésnek a sorát. Látom, hogy lassan fogyatkozik is a sor, de aki esetleg nem kerül sorra, azok se buslapodjanak, mert itt marad velünk a kegykép, jöjjenek velünk tovább a alsóvárosi templomba. Itt Szegeden teszi meg a legnagyobb gyalog útját a kegykép, sehol máshogy ilyen hosszú processzió nincsen, bár Budapesten is, Debrecenben is, Veszprémben is, Pécsett is szép gyalogos processzióval viszük végig a városon. Jelképezze a városon való végigvonulás az ikonnak, magának az egész ország járásnak is az ide érkezését. Magam is végig futott, végig borzongott a hátamon, arról a gondolatra hideg, hogy ezeken az utcákon töltöttem gyermekkoromat, ezek az utcák az én sajátom, az én szülővárosom, és íme most, mint püspök, elhozhattam ide a Máriapócsi kegyképet, mint egy rám bízott kegyelmeket próbálom visszavinni, ide elhozni. Bár ugye azt mondja Jézus az evangéliumban, hogy senki sem próféta a maga hazájában. Persze nem akarok én próféta lenni, egyszerű szerzetes szolga kívánok lenni, és remélem, hogy azzal, hogy a Máriapócsi kegykép eljöhetett ide Szegedre, ezt a feladatot is valamelyet teljesített. Az áruáldás, tehát ezzel lezárjuk a paraklist, és kérem, hogy akkor a értetkődés sorát itt zárjuk le, és ki fogjuk vinni a képet, és elindítjuk a processziót a város. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, ami reménységünk, dicsőség néked! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen! Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, áldásd, Uram! Krisztus, igaz Istenünk, a Szentisztáv Atyának imájától, a Szentlékő és mindenek fölött dicséretes apostoloknak és minden szentélynek esedezései által könyörülje rajtunk, üdvözítse minket, mint jó sárok és ember szerető. Ráadásra reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor, örökkön örökké. Tehát, ahogy Szükségben mondta, a kegyképpel elindulunk az alsóvárosi templomhoz. Aki nem volt értetőzni, azt szeretném mondani, hogy a kisképet én viszem a kezemben, kifele a templomból, tehát mindenki meg tudja érinteni. Tehát, aki szeretné, de természetesen a nagy templomban folytatódik tovább az értetőzés.